Pénteken este mutatták be a Szavária moziban a Pásztor című filmet, amelyet a szombathelyi Illés László rendezett. A film közösségi finanszírozásból készült, és számos nemzetközi fesztiválon nyert díjat. Elhozta a legjobb operatőr, a legjobb színészi játékdíját, és a Los Angeles-i filmfesztiválon a legjobb független filmes produkció lett. Az 1944-ben játszódó történetben egy pásztor szemtanúja lesz egy csoport zsidófogoly lemészárlásának. A vetítésen a nézők az alkotókkal is találkozhattak, akik közül többen vasmegyeiek.